Csapadékvíz, városkörzeti találkozók, esküvői láz, ez is szerepel a Barcsi Krónika elheti témáinak sorában. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket ismét a képernyők előtt. Természetesen várjuk észrevételeiket és javaslataikat is a megszokott elérhetőségeken, akár SMS és Viber üzenetet is írhatnak nekünk a 0670 639 es számra, de tudják, a Barcs Média a Facebookon és a Youtube-on is fent van. Kezdésként lássuk a mai témákat röviden. 2100 forint egy liter étolaj, ennyiért kapja legolcsóbban az önkormányzati konyha, nekik ugyanis nincs árstop. Az iskolai menzán érteklődtünk az árakról, ételekről és a jövőről. Csapadékvíz, úthibák, orvosok bérezése, sok kérdés felmerült a Barcsi városkörzeti találkozókon már helyi cégeknek is var munkaruhát a megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztató Barcs Tex. Tavaly kis teherautót is vásárolt bevételeiből az önkormányzati tulajdonú cég. Esküvői lázban is ég a Barcsi Városi Könyvtár, a házasság hetébe kapcsolódnak be, de honismereti előadás, kiállítások is várják az érdeklődőket a következő hetekben. A helyi vállalkozók báliát szervezi mostanság, de tudományos előadásokat is tervez idénre a Barcs és Térsége Vállalkozók Egyesülete. Barcsi és Nagyatádi Egyesületek vállalkozások is pályázhatnak a Líder forrásokra, változások lesznek, Szijjártó Attila munkaszervezet vezetőt kérdeztük. Hat helyszínre hirdetett városkörzeti találkozót az idei esztendőben a Barcsi városvezetés. A költségvetés tervezésekor hagyomány szerint a lakókat is igyekeznek megkérdezni. Mi ezúttal a Szegedi Tibor közösségi házba látogattunk el. Ez a férfi a házába befolyó csapadék miatt kért szót a város körzeti találkozón a Szegedi Tibor cigány közösségi házban. Szeretne ugyanis vízelvezető árkot, ám ezzel nem minden lakó ért egyet. Van, aki a költségek miatt inkább azt mondja, ne legyen árok, mert akkor átereszt kell építeni a ház elé, hogy be tudjanak állni az autóval. Úgy fest, ebben a kérdésben kompromisszum születhet. Mindenképp megoldást fogunk találni arra, hogy konkrétan az Új Élet utcáról van szó, ahol mint a nagy esőzések után, ugye a vízelvezető árok hiánya miatt némely udvarban hatalmas víz van. Ezt mi meg fogjuk oldani, polgármester úrral is leegyeztettük. Tehát ahogy az időjárás engedi, a munkagépek ki fogják ásni. Most már csak azt kell megbeszélnem az ott lakókkal, hogy ugye a bejáróját ezt mindenkinek magának kell megoldani, de Igyekezni fogunk mi is felmérni azokat a lehetőségeinket, amikkel tudjuk esetleg őket segíteni, hogy ne visszatemessék az árkot, mert akkor fölösleges, hanem hogy ott ezeket a kútgyűrűket le tudjuk rakni, és akkor a Szentesi utcai árokba be tudjuk vezetni, majd a, azt az árkot be tudjuk kötni, és akkor a víz el tud folyni. A csapadék mellett az utak állapotára is érkezett kritika elhangzott. A kátyúk miatt sok szakaszon a lakók szerint baleset veszélyes a közlekedés. Az önkormányzat részéről a polgármester és a hivatali dolgozók is elmondták, az idei költségvetés e tekintetben visszafogott, hiszen az intézményekben a munkahelyeket meg kell tartani, és az energiaszámlákat is fizetni kell a városnak. Arra született javaslat, hogy a betonutakat az eddig a körzetben szokásos módon közösségi összefogással, az alapanyagok tekintetében pedig a városgazdálkodás segítségével oldják meg. Két éve már, hogy nem tudtak ilyen találkozókat tartani. Ebben az önkormányzati ciklusban mindösszesen egyszer tudtak városkörzeti találkozókat szervezni. Szentesen kevesebben, de egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, beszámoló. Somogy Tarnócán többen voltak, ott egy kicsit hűvös volt a terem, de hát mindenhol sporolni kell, és itt a közösségi házba, itt megkifejezetten sokan voltak. Az idei költségvetés kapcsán elhangzott: spórolnia kell a településnek, hogy meg tudja tartani a munkahelyeket és fizetni tudja az energiaszámlákat. A strand ugyan nem kötelező feladat, de a város fontos intézménye, és 33 ember dolgozik ott érvelt a fürdő működése mellett a polgármester. Kós Csaba beszámolt továbbá az orvosok pótlására tett intézkedésekről, a részükre juttatott forrásemelésekről és az orvosi ügyelet helyzetéről is. Számba vette a város saját bevételeit és azt, hogy mire körülbelül mennyit költ majd a település 2023-ban. Emellett minden körzetben a területet érintő beruházásokat is felsorolták. Itt például a 68-as út melletti kerékpárút tervezése is szóba került. A múlt héten volt egy online egyeztetés a tervező céggel a 68-as útnak a felújítása és a mezőutcai körforgalomról van konkrétan szó, hiszen a csillagtól, a csillagétteremtől ki lesz szélesítve a mostani járda, mellette fog haladni egy kerékpárút, ami aztán a mezőutcai körforgalommal átjön ide a Béke utcára, és a Béke utcán fog kimenni Somogy-Tarnóca irányába, párhuzamosan az országúttal, Ezeknek a terveknek május végéig el kell készülni. Többször beszéltünk már arról, hogy nem csak a Mező utcánál, hanem a Lidi parkoló, Lidi Spár összeköttetésnél, illetve a református templónál is meg lesz a körforgalom, és felújításra kerül a két meglévő körforgalom, tehát dolgozunk rajta. Barcsa Top Plus keretében a Drávaszentes felé vezető kerékpárút megépítésére is nyert pályázati forrást. Az új bicikli út nyomvonala ugyan nem érinti ezt a körzetet, hiszen a Dráva partján halad majd, de a remények szerint erre felé is kevesebb kerékpáros közlekedik Drávaszentes irányában, és a bicikli forgalom nagy része a kerékpárúton zajlik majd. Ahogy a boltban minden, úgy az élelmezés alapanyagai a menzákon is drágulnak. A konyhák számára ugyanis nem létezik árstop, közületi cégesáron kapják az alapanyagokat. A jelenlegi térítési díjak mellett eddig is csak átcsoportosítással tudták tartani a minőséget, ez azonban hosszú távon nem fenntartható. Barcs városában több konyha is biztosít meleg ételt intézményesült formában, ám a legnagyobb ilyen kiszolgáló kétség kívül Barcs város óvodája és bölcsödéje konyhái, akik akár 1500 adag melegételt is készítenek naponta. Naponta 1350 ételt főzünk le, ebbe benne vannak az iskolások, óvodások, bölcsödések, és pluszban szokott lenni olyan, hogy vendégétkezés és vannak olyan gyerekek, akik étlap szerint étkeznek, tehát nem minden nap kérik az étkezés, hanem csak akkor, hogyha ízlik nekik az étel. A melegítő konyhákkal együtt ezt a feladatot jelenleg 35 fő konyhai alkalmazott látja el, valamint ezen létszámon felül az adminisztráció is dolgozik azon, hogy az étkezés zavartalanul folyjon. Balcsváros óvodályos bölcsödéhez tartozik a gimnáziumnak a konyhája, ő itt főző konyha működik, aztán a DVK-ba szintén főző konyha működik, ott főzik a diétás ételeket, hozzánk tartozik az Aranyiskola, a Deákiskola konyhája és a iskolának a konyhája, ezek melegítő konyhák. Az utóbbi időben egyre nagyobb felelősség hárul az élelmezés vezetőre és a főszakácsra, hiszen az alapanyagok drágulásával nagyon szűk keretek között kell megfelelni az előírásoknak, úgy, hogy a minőség ne romoljon. Tápanyag mennyiséget azt ö, muszáj hoznunk. 2014-es emi rendelet ö, ugye ö, tartalmazza, hogy miből mennyit kell tartalmazni az ételeknek, úgyhogy ezt mindenképpen biztosítjuk. Meg kell néznünk, hogy honnan szerezzük be a dolgokat és mennyiért. Egy adag étel ára három részből tevődik össze, a szülők befizetése mellett a kormányzat is hozzájárul az étkezéshez, ám ha ez nem elég, az intézménynek, azaz végső soron az önkormányzatnak is be kell szállnia a költségekbe. Az utóbbi időben ezt intézményen belüli átcsoportosításokkal oldották meg, ám ez a gyakorlat hosszú távon nem tartható. A költségvetés jóváhagyása után úgy terveztük, hogy 30%-kal fogjuk növelni az étkeztetésnek az árát, abban az esetben, hogyha a Bartőváros testülete hozzá fog járulni ehhez. Az emelésnek az oka pedig az, hogy a benzin, a rezsi is megnövekedett, illetve hát a hozzávalóknak az ára is megnövekedett, hogy az étolajat is 2100 forintért szerezzük be. Ez csak egy példa. Egy darab középiskolai ebédért jelenleg 711 forintot fizetnek a szülők. Ebből az egy példából is jól látszik, hogy hosszú távon árat kell emelni, vagy kompromisszumot kell kötni az adag és a minőség rovására, ám ez jelen törvényi keretek között nem opció, valamint a konyha üzemeltetői sem tartják szerencsés dolognak ezt a megoldást, hiszen, mint elmondták, itt gyerekek étkeznek, nekik pedig rendkívül fontos az, hogy minőségi és megfelelő mennyiségű étel kerüljön az asztalra. Gazdaságilag és a megrendeléseket tekintve is sikeres évet tudhat maga mögött az önkormányzati tulajdonú Barcstex Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. Az évet ráadásul egy kis teherautó vásárlásával zárhatták. Jó hír, hogy 40 fő foglalkoztatásával az idén is folytatódhat a munka összeszerelésre váró fajátékelemek a gyöngyfűző műhelyben, ahonnét épp most szállították el a késztermékeket és pakolták le az új megrendeléseket. Valamint gépektől hangos varroda, ahol éppen munkaruhákat varnak az asszonyok. Minden napos kép ez a Barcs Tex szociális foglalkoztató non-profit közhasznú Kft-nél, ahol két fő profilad munkát 40 főnek. Egy előző évi sikeres bértámogatási pályázatnak köszönhetően pedig 2023-ban is lehetőség nyílik 17 megváltozott munkaképességű foglalkoztatására. A játék műhely az tulajdonképpen a gyermekjátékok összeszerelése, összefűzése a német Golleszent Köszel gazdasági társaságnak a, a megbízásából a vállalkozói szerződés formájába végezzük ezt a munkát. A játék összeszerelés apró golyók, falgolyók összefűzéséből megfelelő minta alapján készül, majd azokat csomagoljuk és heti szállításokkal visszük, visszük a kész terméket, a kész összeállított terméket. A varodai részlegnek állandó munkarúa megrendelői vannak, több mint tíz évek közös cél az együttműködés folytatása. Két partnerük a Giorgio Buttini és a Minevatim Kft. Az elmúlt év során a Seres KFT kereste meg társaságunkat azzal, hogy munkaruházat gyártását rendelte meg nálunk. Ez nagy örömünkre szál, szolgált, hogy ezt a kihívást is teljesíteni tudtuk, és bízunk abban, hogy egy közös jövőbeli koprodukció is létrejöhet. A Bacs Tex Kft. többszöri átalakulás után 1987-ben kezdte meg mostani tevékenységét, mint Bacsváros önkormányzata által alapított közhasznú gazdasági társaság a térség foglalkoztatásában való részvétellel, és mellette fontos feladata megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. A felmaradáshoz pedig most még jobban kell figyelni a gazdaságos működtetésre volt a, a működés során, hiszen mi 2021-ben egy három éves lekötött gázszerződéssel indultunk neki a 22-es évnek, így a tavalyi év során a gáz emelés minket így nem érintett. Annak ellenére megtettünk minden óvintézkedést, hogy takarékosabb üzemmódra álljunk, minden azon által, hogy amúgy is takarékosan működünk, illetve az elektromos áramnál is szerencsénk volt, mert a gazdasági társaságoknak ajánlott végső menedékes áramvételnél mi december 31-ig részt vettünk. Az idei év lesz számunkra a kritikus, hiszen a 2023-as évről már azt kell mondjam, hogy a versenypiaci árakon fog a cég dolgozni, mind a, a gáz, illetve mind az elektromos áramvételezésénél. Természetesen optimistának a jövőhöz folytatják a takarékos üzemmódot, és remélik, hogy ez meghozza az eredményét. No és persze a megrendelőkkel is egyeztettek bértárgyalásokon, hogy egy magasabb díjjal biztosíthassák a meglévő munkahelyek megtartását, a megfelelő béreket és a működést. A fejlesztés az természetesen elengedhetetlen ilyen esetben, hiszen egy társaságnak a gépparkját is folyamatosan karban kell tartani és fejleszteni kell. Az év során, a 2022-es év során nehéz gépeket vásároltunk, ami inkább a vastagabb, nehezebb megmunkáláshoz szükséges. Azon kívül a székeket, varodai székeket vásároltunk, amiket folyamatosan kell ugye felújítani aztán ö, 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 gázkonvektorokat vásároltunk a gazdaságosabb üzemnek a, az érdekében, illetve az elmúlt év során egy ö, ö, a, a teherautó ö, csere történt nálunk, a 20 éves Volkswagen Transportert egy ö, kevés kilométert futott ö, új kis te, Toyota teherautóra tudtuk lecserélni. Az idei kihívásokkal teli évre nem terveznek beruházást, különlegesebb beszerzéseket. A cél a partneri kapcsolatok erősítése, hogy legyen munka holnap is és jövőre is. A folytatásban még mindig gazdaság, gazdálkodás, na no és persze vidékfejlesztési források egy kicsit másként, hiszen a Rinyadráva Szövetség is. Nem, hogy évet értékelt, hanem változások vannak a szövetség házatáján. Líder, mond-e valakinek ez a fogalom valamit, hanem akkor a következőkben igyekszünk ezt megvilágítani, és aki a segítségünkre lesz mindebben, Szijjártó Attila, a Rinyadráva Szövetség munkaszervezetének vezetője. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ö, ugye meg volt a közgyűlés. Mindenki kicsit legalábbis aki barcson él, vagy barcson vállalkozik, vagy civil Szervezet mű, szervezetet működtet. Szerintem azért már találkozott a Rinyadráva Szövetséggel, aki a környéken él szintúgy, de aki esetleg frissen alapított vállalkozást, és lehet, hogy tudna hangolódni a jövőbeni célokhoz, egy nagyon rövid dióhéjban mutassuk be, hogy miről is van itt szó. Mi a Rinyadráva Szövetség? Így van. Tehát mi az úgynevezett líder programot valósítjuk meg a térségben. Ez a Barcsi najatádi kis térségben egy helyi kezdeményezésen alapuló vidékfejlesztési program, egy vidéki gazdaságfejlesztő program. 2007-13-as időszakban Barcs is benne volt ebben a programban, és a 2014-20-as időszakban nem volt benne a népesség szám alapján, és most az új időszakban pedig ismét bekerülhet, tehát lehet Barsol is pályázni majd a civileknek, a vállalkozóknak. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, részint, hát ha szerintem most már jó néhány egyesületi vezető szem előtt, vagy vállalkozó szem előtt azért egy mentőv körvonalazódhat, ezek a források azonban még tényleg ö, most körvonalazódnak. Most a legutóbbi közgyűlésen miről született döntés, mert hogy itt folyamatban lévő dolgokról is szó van. Így van, tehát a az uniós fejlesztési ciklus az most ért véget az előző, és kezdődik az új. Ugye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a forrása ezeknek a támogatásoknak, és így a ciklusnak az elején újra kell alakítani az akciócsoportokat, ugye az új szabályrendszernek megfelelően. Teljesen újra? Hát teljesen újra, igen. Tehát van is az ország olyan, ahol, ahol teljesen változnak a dolgok, a legtöbb helyen maradnak a, hasonló felállásból, úgy mondjam, hiszen már volt a program, és megvannak az együttműködések, ami tovább visznek, de ugye mi nálunk is, ahogy még minden időszakban változott a, a térségnek a területi hatája is, úgy, mondjam, tehát latpatosva volt, amikor a szomszéd akciócsoporthoz tartozott, a zselici lámpásokhoz, az előző időszakban átjöttek hozzánk, stb., vagy most a két kisváros, hogy bekerül a programba. És erről kellett döntést hozni, hogy milyen együttműködésben milyen térségi lefedettség, mely települések azok, akik együtt akarnak dolgozni ebben az időszakban. Ugye Rinya Dráva szövetség most az elnevezésből szerintem azért, aki itt ismerős, mert tudja, hogy nagyjából melyik térségről lehet szó, de azért körvonalazzuk a két komplet járás tartozik ide. Például? Így van, Így van. tehát a, a járások a teljes területe. És akkor innen hogy működik a kapcsolattartás? Itt milyen jellegű forrásokról van egyáltalán szó? Ki hoz erről döntést? Na és miért kell -e ehhez szövetség? Itt határozzák-e meg a célokat, hogy vajon itt mire van szükség? Vagy föntről jön egy pályázati kiírás, és akkor azt mondják, hogy jó, oké, rendben, van, hát akkor szerintünk teszem azt, bár nem kérték, de jó lenne ide egy ez, meg az, meg amaz. Ez hogy működik a gyakorlatban? Ez egy alulról építkező program, ez ettől más, mint a többi pályázati kiírás, hogy helyben fogalmazódnak meg a fejlesztési igények, és ezek helyben kerülnek megvalósításra. A szövetség az azért jött létre, mert ez tömöríti a helyi közszférát, a civil szférát és az üzleti szférát. Tehát magyarul ennek az egyesületnek, a neve szövetség, de egyébként egyesület, jelenleg 225 tagja van a térségből, az összes települési önkormányzat, még azon kívül vannak nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek és vállalkozók. És ez azért van így, hogy senki nem lehet többségben. Tehát ők közösen, ők azok, akik elfogadják ezt a úgynevezett helyi fejlesztési stratégiát, amiben az van megfogalmazva, hogy milyen célokra és mennyi pénzt fordítsanak abból a keretösszegből, ami rendelkezésre áll a térségben. Tehát magyarul, aki tagja az akciócsoportnak, az Egyesületnek, ő az, aki konkrétan dönt és szavazhat is erről, de... És csak ő pályázhat? Nem ő pályázhat, tehát egyébként bárki pályázhat, ez mindenki számára hozzáférhető, csak idézőjelben annak nagyobb beleszólása van, aki tag is. De annak is várjuk a hozzászólását, aki nem tag, mert egyébként nyitotta az úgynevezett projektötlet gyűjtést végzünk, ahol várjuk a javaslatokat a térségből, hogy ki mire szeretne pályázni, vagy éppen milyen feltétellel. Ez nekünk is fontos azért, hogy olyan pályázati kiírásokat tudjunk csinálni, ami valóban illeszkedik a, a helyi igényekhez. Például a projekt méretének a, a szempontjából. Hát, hogyha olyan javaslatok jönnek be, hogy mindenki 10-20 millió forintos projektben gondolkodik, akkor nem 5 millió forintban fogjuk meghúzni a pályázati határt, stb. Tehát itt teljesen konkrét operatív dolgokra kell gondolni. És nagyjából azt látjuk, hogy egyébként működik. Tehát, amit eddig csináltunk, nagyjából azt szeretnénk folytatni, nyilván módosításokkal, de az elmúlt két komplett időszak alapján országosan is az egyik legtöbb pályázat itt szokott beérkezni, mindig hamar és gyorsan kimerülnek a keretek, és egyébként maga az eredmények is, ha így mondhatom, az is jó szokott lenni, Tehát például a munkahelyteremtésben, vagy akár a vállalkozói pályázatok arányában, bármilyen mutatóban, amit igazából vizsgálni tudunk, az mindig jó szokott lenni, vagy eredményes. Hogy működik ez? Miért fontos ez a projektötlet? Itt néhány szóban már vázolta, de most itt ülök például én, a képernyő előtt ül esetleg más, és azt mondja, hogy hoppá, hát van itt egy lehetőség. Akkor teszem azt, nekem már régóta célom, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt megvalósítsam. Akkor hogy tud projektötletet benyújtani? Most van-e ennek az ideje, hogy például projektötletet nyújtson be? Igen, tehát ennek most van az ideje. A múlt héten kezdődött ez a tervezési időszak, volt egy iránytartósági közlemény, és gyakorlatilag ezzel indult el ez az egész. A honlapunkon erre a rinyadrava.hu oldalon külön menüpont van egy úgynevezett ötletbörze. Gyakorlatilag ez nem bonyolult, hanem a fejlesztésnek kell adni egy nevet, egy címet, mekkora ennek a forrásigénye, és mi ennek a leírása, hogy ott mit szeretne, milyen elszámolható költségek lennek, egy kicsit ilyen pályázati gondolkodással, hogy, hogy az egy dolog, hogy mit szeretnék csinálni, de hogy azon belül mi lenne a konkrét költségtétel, hogy mi egy felhívást akarunk ebből megfogalmazni, ezt ott be lehet küldeni egy egyszerű kattintással, de egyébként bármilyen más módon, akár e-mailben, vagy ha valaki postán küld nekünk, azt így is megteheti, az a lényeg, hogy igazából nekünk ebből, tudunk csinálni egy adatbázist, statisztikát, hogy darabra, hol, hogyan, egyáltalán milyen kiírásra mennyi forrás tegyünk, mennyi legyen a vállalkozik kiírás, vagy a civil, vagy akarnak-e rendezvényre pályázni, stb. Tehát ezt mi ebből látjuk. A másik, hogy kapcsolatba kerülünk egymással. Tehát amikor pályázati kiírás lesz, nyilván ez megjelenik a hivatalos oldalakon, mi föltesszük a honlapunkra, a Facebookra, de hát tudom én, hogy nem nézegetik a mi honlapunkat. Tehát ha valaki tagunk, ő arról, vagy adott be projekt ötletet, akkor utána tudunk neki mindjárt szólni, hírlevelet küldeni, stb., és biztosan előbb értesül róla. Most, hogyha jól értem, hogyha alapvetően valaki kiragadtunk egy példát, az imént rendezvényekre szeretne pályázni, akkor az mondjuk nem biztos, hogy feltétlenül szükséges, hogy mindenki egyesével küldje be, hogy milyen rendezvényre szeretne, de azért egy nagyságrend legyen, hogy teszem azt egy város esetében egy civil szervezet, vagy egy kisebb település, esetében mennyi forrásigényt szeretne, hogyha esetleg kiírásra kerülnek ezek a pályázatok, tehát attól még nem vész a forrás, hogyha valaki nem adja be, nem. de létezik-e olyan, hogy, hogy nem is gondolt arra például a munkaszervezet vagy bárki más, hogy hoppá, hát erre a térségre kellene egy ilyen pályázat, és a projektötletek alapján körvonalazódott, hogy mire is van szükség. Az elmúlt évek tapasztalata alapján ez jó irányba vitte el a dolgokat. Igen, mindenképpen. Tehát mi valóban így csináltuk. A legelső körben akkor több pályázatunk volt, 13 darab. Például külön pályázati kiírás volt erdei iskolák számára, vagy külön volt pályázati kiírás művöldési házfelújításra, sportlétesítményfejlesztésre, külön volt helyi termék előállítóknak pályázat. Külön akkor még tudtunk támogatni kis középvállalkozásokat. Ő nekik más feltétele volt meghirdetve, mint a mikrovállalkozásoknak. Tehát ezt teljesen így tudtuk csinálni. Az előző körben, tehát a második ciklusban ott, egy kicsit beszűkültek a, a lehetőségeink, anyagilag is, tehát a forrás nagysága is meghatározta azt, hogy nem volt értelme olyan sok darabra szedni, tehát igazából ott a fele volt a, a forrás, tehát az első körben ott olyan 900 millió, a másikban 450 millióról indultunk, tehát darabra is emiatt kevesebb kiírást készítettünk, és igazából próbáltuk őket összevonni, vagy közös nevezőre hozni, és úgy megfogalmazni a kiírásokat, hogy ez is beleférjen meg, az is beleférjen. De aki nem adott le projektötletet, ő is egyébként ugyanúgy pályázhat. Ö, gyakorlatilag jól értem -e, hogy itt ilyen ö, uniós költségvetési ciklusokra osztott keretösszegek vannak, amiről aztán például a líder ö, közösség dönthet, hogy milyen célokra szeretné felhasználni. Na jó, de itt születik-e meg a döntés, hogy támogatnak-e egy pályázatot? Adódik a kérdés, mert hát ö, ilyenkor azt mondják, hogy jó, oké, hát most akkor uniós vagy nem uniós, vagy hogy zajlik ez az egész történet. Egy kicsit, hogyha egy villantást bele, bele ö, tekinthetnék a döntéshozatali folyamatokba. Tehát például azt, hogy ki, mire írnak ki pályázatot, javarészt a szövetség vagy az itt élők döntik el. De hogyan tovább? Így van, van egy keretrendszer, amiben dolgozunk, hogy mit milyen feltétellel lehet kírni, és azon a mozgástéren belül tudunk dolgozni. De maga a kérelmeknek a feldolgozása az is helyben történik, tehát mi akreditált kifizető ügynökségként működünk gyakorlatilag, tehát a személyzetet is akreditálni kell, megfelelő végzettséggel, képzéseken részt venni, Ez van egy megfelelő informatikai háttér. Ugyanabban a rendszerben dolgozunk, mint amiben a, a kormányhivatalok intézik a többi agrártámogatást, például minden szempontból hasonló teljesen az eljárásrend és a pályázó, amivel találkozik, hogy ügyfélkapun mennek ki neki a, a különböző hiánypótlások, hogy hogy néz ki egyáltalán támogató kirat. tehát ez teljesen ugyanabban a, a rendszerben történik, olyan, mint hogyha mi egy kihelyezett irodája lennénk ennek a, a hivatalnak. És... Ez, ez, tulajdonképpen egy ilyen adminisztratív feldolgozást, előkészítést jelent, utána pedig itt történik maga a döntéshozatal is, az pedig már nem a munkaszervezet, hanem azt az Egyesületnek a, az elnöksége, és van egy úgynevezett helyi bíráló bizottság. A helyi bíráló bizottság az, aki megállapítja egy pályázatnak a pontszámát, és megállapítja a támogatható minimális ponthatárt. Mi mindig nagyon ügyelünk arra, hogy így teljesen átlátható legyen a pontozás. Tehát például mindig objektív szempontokat szoktunk azért megfogalmazni, hogy ne lehessen benne vita, és nem is szokott lenni. Mert egyébként csinálhatnánk szubjektív szempontokat is, azt mondom, hogy projektterv így úgy, annyi pontot adunk rá, amennyit akarunk, de hát ez utána eléggé nehezen lenne védhető, még akkor is, hogyha az ember korrektül csinálja. Mi mindig úgy csináljuk, hogy objektív szempontok vannak, valaki bead egy pályázatot, ő kvázi előre tudja magának, hogy neki hány pontja lesz. Bead egy pályázatot, na jó, kell -e ehhez. Bonyolult pályázatírói kapcsolatrendszer, mit érdemes beletenni, mit nem. Ö, ugye nagyon sok civil szervezet mondja, hogy hát oké, okay, hát itt vannak az energiaszámlák, itt vannak a működtetési költségek, hát nincs nekem pénzem most pályázatíróra. Mi lesz, hogyha beköszönt ez az időszak, és akkor kellene-kellene írni, aztán nincs kivel, mert nincs rá pénz. Bonyolultak ezek? Hát, csak <laughs> most azt kell mondanom, hogy bonyolultak. Mindig igyekszünk amennyire lehet egyszerűsíteni hogy lehetőleg valaki saját maga is ezt be tudja adni. Egyébként mindenkinek segítünk, tehát azért van, ügyfélszolgálat. Tehát félszolgál. erre van mód, hogy Igen. akkor bemenjen, és akkor kérdezze, hogy bocsánat, ez itt nekem túl bonyolult ez a kifejezés halmaz, ha mi a helyzet ezzel? Nálunk arra is van mód, hogy valaki bejön a laptopjával az irodába, erre külön van egy íróasztal, ott ő letelepülhet, és ott csinálja közben folyamat kérdezgetett. Nem kell öt percenként fölhívni, amikor benne van, hanem nyugodtan be is lehet akár jönni segítünk, igyekszünk úgy csinálni, hogy valaki magán is be tudja adni, de sokan ugye nem ismernek nekiállni. Azért sok munka van vele, el kell olvasni, és hát bizony sokszor az ördög a részletekben rejlik ilyen pályázatnál. 30 oldalas pályázati felhívás, ami még meghivatkozik másik jogszabályokat, azért azt elég nehéz, amikor a helyi nyugdíjas egyesület pályázik, vagy a vállalkozó, aki nem ér rá még utána este ezzel. A gyakorlat az az szokott lenni, hogy pályázatíróval csinálják és a jelenlegi forrásokkal mi a helyzet, akkor most vége van ennek az uniós költségvetési ciklusnak, minden szállat sikerült elvarni, vagy vannak olyan pályázatok, mi a mérleg egyáltalán, vannak-e olyan pályázatok, olyan nyertes pályázatok, amiket nem sikerült megvalósítani, vagy egyáltalán most ez így egy holt idő volt, mert hát itt is még azért vannak pénzmozgások. Mi, mit kell erről az előző ciklusról tudni? Sikeres volt, vagy nem jó, ez szubjektív, megbeszéltük, hogy az objektivitásnál maradunk, de hogyha lehet tudni róla valamit, hogy nagyjából ezek a források, ha megmaradnak, hova kerülnek, elviszik-e innen, ezt például átcsoportosíthatják-e, mi a tapasztalat? Igen, tehát ez úgy működik, hogy hát holt idő az nincsen, de nálunk azért jellemzően mindig ilyen hullámvölgyek vannak, munkacsúcsok, amikor beérkeznek a pályázatok, amikor ki kell írni hiánypótlásokat, utána egy kicsit lejjebb, mikor várjuk vissza, stb. Nehéz ezt mindig jól ütemezni és elsimítani. Például azt is tudjuk csinálni, hogy a különböző kiírásokat nem egyszerre hirdetjük meg, hanem egy hónap csúszással, stb., hogy egy kicsit ezt megoldjuk. De most volt vége a ciklusnak, a eddig 350 pályázat érkezett be, abból 289-et tudtunk támogatni, 895 millió forint értékben. most, ahogy mondtam, a keretünk az a 458 millió volt, de az időközben többször változott és emelkedett, azért is, mert a változott a forint-euró árfolyam, hiszen ezeknek euró az alapja, a másik, hogy ugye két év átmeneti időszak volt, tehát az előző 7 éves ciklushoz, a mostani ciklusból két év átjött, mivel olyan sokáig húzódott az EU költségvetésnek az elfogadása, hogy két évnyi forrás az átkerült ide, illetve ha valaki nem valósította meg a projektjét, és ő, ő ezt visszavonta, elállt, tehát írásban is, az a pénz az felszabadul, és ezt újra le tudtuk kötni még másnak. Most mivel mindig vannak olyanok, akik nem csinálják meg a projektet, ezért már nekünk eleve lehetőségünk van arra, hogy a keretnek a 10%-ával többet ö, támogassunk. Mert mindig van, aki nem csinálja meg, aki megcsinálja, az sem biztos, hogy el tud számolni a teljes összegről. Egy költség kimarad, az nagyon megdrágult, inkább mégsem vette meg azt az eszközt, ö, stb. És a lényeg, hogy a, a múlt héten volt ebben változás, hogy 10 helyett 20%-kal lehet többet több kötelezettségvállalást tenni. Ez kinek jó egyébként? Annak, aki már nyert, mert gondolom neki van egy szerződése, hogy ő miként fogja ezt megvalósítani, ezt az adott pályázati célt, legyen szó eszközvásárlásról, rendezvényről, bármiről, vagy esetleg lehetőséget nyit. Másoknak is, hogyha ilyen emelés történik, most ez az emelés konkrétan. Igen. Tehát ugye aki már nyert őt, ez nem befolyásolja, mert neki már megvan a támogatott projektje, és tulajdonképpen ketyeg a megvalósítás ideje, két év van arra, hogy ő megvalósítsa ezt a projektet. Mivel mi már lekötöttük a teljes forrásunkat, és már még mindig voltak bent pályázatok, akiket nem tudtunk támogatni, ezért ők kvázi váró listára kerültek, nem küldtük ki az elutasító leveleket, hogy ponthatár alatt vannak, hanem vártuk azt, hogy szabadulnak föl források, vagy elállásból, vagy például most ebből, hogy emelték ezt a lekötési arányt, és véletőleg a héten még 14 pályázót tudunk támogatni, akiknek be volt adva a pályázata, de ponthatár alatt voltak, így viszont tudjuk csökkenteni a, a ponthatárt, és még ők is kaphatnak támogatást, amit még ezután meg tudnak valósítani. Tehát, hogy ne vesszen el a térségből a pénz, ez egy van. fontos történet. Ez ugye az előző ciklusra vonatkozott, most beszéltünk a jelenleg aktuális feladatokról, a projektet, ötletekről és arról, hogy... A szövetséget gyakorlatilag hanem is százalékban, de újra kell gondolni, most, hogy ez az eddig jó működő dolgokat tovább viszi az ember, az természetes, mondom ezt én kívülről. De ez hogy fog kinézni most? Milyen ö, munkafázisok vannak vissza, új elnökségű össze, teljesen új tisztviselők lesznek a szövetségben, bővíteni kell a tagok számát. Ez nagyjából hogy fog kinézni a következő időszakban, vagy most? Igen, tehát gyakorlatilag az Egyesület az most úgy viselkedik, mint hogy a gesztora az akciócsoportnak. Az Egyesületet nem kell újra alakítani, tehát kvázi az a meglévő tisztségviselőkkel megy tovább. Pont tavaly volt tisztújításunk, ami öt évre szól, tehát kvázi az nem tart ki a ciklus végéig, de elnökség például így nem lesz ebből az apropóból újra választva. A helyi bíráló bizottságban volt kettő szabad hely, és ennek ide is lett választva a múlt heti közgyűlésen, de még mindig egy helyünk szabad, azt ugye májusig be akarjuk tölteni, tehát egyébként ebben is mindig van lehetőség a változtatásra. Ezeknek a különböző bizottságnak is az összetétele az úgy, úgy történik, hogy lehetőleg különböző településekről és különböző szférákból történjen, hogy ők reprezentálják az egész térséget. Most a stratégiát készítjük, meg a stratégiában már előre gondolkodva a leendő pályázati felhívásoknak a vázára. Ezt májusig kell elkészíteni, úgyis májusban kell tartani az éves közgyűléseket, ott fogjuk elfogadni az, a fejlesztési stratégiát. Ezt a stratégiát ezt vélhetőleg őszre jóvá hagyja az iránytóhatóság, és az év végén már a pályázati kiírásoknak a megjelentetésén tudunk dolgozni, amire már jövőre valószínűleg lehet pályázni. Ö, keretösszegekről tudunk-e már, vagy ez a kérdés még korai? Hát ez egy kicsit korai, nagyjából ö, hasonló méretű keretek lesznek, mint az előző időszakban voltak. Ö, a pontos nagyságát azt nem lehet tudni, ugye a térség is változik, ez ezzel arányosan változni fog. Tehát idáig csak a lélekszám alapján voltak a keretek osztva. Ugye a két város azzal, hogy bejön, ez, ez meg is növeli magát a, a keretet. Tehát tulajdonképpen senki nem kell attól tartani, hogy majd a városok elviszik a forrást, mert ők tulajdonképpen hoznak is forrást magukkal. Mert ugye általában ez szokott jönni itt a, a falvak részéről, de ettől nem kell egyébként tartani. Korábban is volt már rá példa, amikor Barcs ben volt, tehát nem volt ilyen jellegű probléma. A nagyságát nem tudjuk, én úgy tippelem, hogy valahol az 1,1-1,3 milliárd forint körül lesz, de hát az euróárfolyam függő is, mert mire kiírjuk majd jövő év, vagy hát idei év végén, ugye akkor fog ez megadni. Mi a stratégiában egyébként 3 milliárd forintos igényel nyújtjuk be a, a, a tervet, hogy mi az, amit mi szeretnénk, vagy meg tudnánk valósítani, és adott esetben hát nyilván ezt véletlenül nem kapjuk meg, pont azért, mert hogy nem a stratégia, megalapozottsága alapján lesz a forrás osztva, hanem igazából mutató számok alapján, de később, amit mi már most arra számítunk, hiszen az előző időszakokban is mindig ez volt, hogy később szeretnénk ezekhez plusz forrást kapni, és akkor majd vissza mutatni a stratégiára, hogy mi már akkor ezt megmondtuk, hogy itt ilyen túligény lesz, és mekkora igények vannak, és már előre azon dolgozunk, hogy majd még több forrást szerezhessünk, ahhoz képes, mint amennyi idézőjelben jár. Ez mindenképpen jó hír az itteni civileknek, vállalkozóknak, mindenkinek, aki itt él. Hogy lehet erre a pályázatra felkészülni tényleg dióhéjban, mert ketyeg az óra? Most kell -e valakinek gondolkodni, hogyha most szembesült azzal, hogy te jó ég, hát barcs, nagyatát, bekerül, hát én is ott van telephelyem, civil szervezetem, bármi kell-e indik indikátorokat, Na, ne beszéljünk ilyen csúnyán, szóval kell -e úgy fogalmazni az idei terveit, hogy teszem azt, vállalkozók nyereségesnek kell lennem, ne legyen naftartozásom, civil szervezetként mire figyeljek, és itt van-e olyan ö, előkészítő folyamat, amire mindenképpen figyelni kell, hogyha netántán évvégén tényleg valaki pályázni akar, akkor ezt meg is tudja tenni. Így van. Hát vannak, itt e, ilyen pályázati dolgoknál nagyon nagy előrelátásra van szükség. Tehát általában, amikor egy fejlesztési igény megfogalmazódik, legtöbb esetben azzal szemesünk, hogy nincs pályázat. Bejön az ügyfél, pályázni szeretne, ezt szeretne megcsinálni, ezt a gépet szeretné megvenni, nincs pályázat. Általában ez van. Pont akkor nincs. Hát a piac ilyen, igen, akut kell. A, a másik eset, hogy van pályázat. Na, ha van pályázat, akkor se tudja megcsinálni, mert neki most kell a gép. Tehát beadja, elbírálják, még mire megcsinálja, már nem is lehet kapni azt a gépet, stb. Tehát ugye ez nem így működik. Itt bizony évekre előre kell gondolkodni. Tehát ha most valaki ö, most megfogalmaz a fejlesztés igényét, aki nem azt kell megfogalmazni, amire most van szüksége, még lehet, hogy nem is azt, amire jövőre van szüksége, mert ha ezt mi január-februárban ki tudjuk írni, még mire el lesz bírálva, és még majd utána indul a két év megvalósítás, itt három-négy éveket kell előre látni. És azért ez nagyon nehéz, tehát főleg aki az életbe maradásért küzd sokszor, és szinte bármi jó lenne neki, csak egy kicsit tudjon spórolni, kicseréli a nyírászárót az üzletén, más spórol a rezsin, stb. stb. Nem tudunk ilyen adhok módon dolgozni sajnos. De egy piacra jutás, vagy egy piacbővítés esetleg pont egy ilyen időintervallumban lehetne igen. esedékes akár, vagy lehet, hogy én ezt rosszul Igen. gondolom. Nagyon nehéz árajálatokat is úgy hozni, hogy adott Igen. esetben még fél meg egy év múlva is azok még reálisak legyenek, és ne kelljen mondjuk jelentős összegű önerőt hozzátenni. A másik, hogy a feltételeknek valaki megfeleljen. Tehát vannak olyan pályázati feltételek, amely egyébként, mivel itt uniós pályázatról van szó, az összes uniós pályázatban hasonló feltételek vannak. Tehát például nem lehet a vállalkozás úgynevezett nehéz helyzetben lévő vállalkozás, ami azt jelenti, hogy a saját tőkéje, a jegyzet tőkéje alá csökkent. Tehát akinek ilyen helyzet van, őnek ezt föl kell töltenie, de erről mi csak akkor fogunk tudomást szerezni, hogyha már az utolsó lezárt üzleti évében ez így van. Tehát, hogyha ha az utolsó lezárt évében így volt, és most hogy már, hogy nem volt jó, most Igen. ő hiába csinálja meg, azt majd csak jövőre fog látszani, amikor majd az idei beszámolója jövő május. így van, már de hogyha vagyok. februárban kell pályázni, akkor ez nem fog látszani, vagy előbb le kell zárnia a beszámolóját, stb. Tehát ugye valóban vannak ilyen dolgok, amire föl kell készülni, de egyébként ezekben nincsenek újdonságok. Mi nem várjuk el azt, hogy valakinek x év ö, ö, működési legyen. Tehát például induló vállalkozásokat is támogatunk. Ez mindig egy vita szokott lenni egyébként a, a bíráló bizottságon belül, hogy ezt hogyan pontozzuk. Tehát minek örülünk jobban, hogyha egy vállázó megbízható, régóta itt működik a térségben eredményesen, akkor annak adjunk több pontot, vagy valaki új, akár ismeretlen, akár kívülről jön ide, Ugye? Annak is nagyon örülünk, szeretnénk ösztönözni, hogy idejönnek a vállalkozók, de hát azt is el akarjuk kerülni, hogy valaki ezen próbálja nyerészkedni. Adott esetben pályázik egy eszközre, egy, nem tudom, egy, volt már példa Dabasról egy vállalkozás, és akkor utána azt elviszi például nem biztos, hogy az, az örökre itt lesz, de viszont tényleg itt lesz, akkor sokat nyert vele a térség. Igen, de hogyha egy pontrendszer van, akkor nyilván az alapján születik a döntést, ezt menet közben, de mint a gumit nem, nem, lehet húzogatni. Igen, csak nem tudjuk egyszerre azt is pontozni, hogy valaki régóta működik, meg azt is, hogy valaki új. Tehát ugye valamelyiket el kell dönteni, hogy melyik fontosabb. Most idáig az volt a fontosabb, aki a megbízható volt, tehát ha több mint tíz éve már itt működik a térségben, akkor ő kapta a több pontot. De ugyanúgy pályázhatott az is, aki új. Mondjunk egy kis elérhetőséget, hogyha bárkinek felkeltette az érdeklődését, legyen civil szervezeti vezető, bárki, akkor hol tud tájékozódni, projektötletet beadni, ha még egyszer kérhetem? Igen, tehát a rinyadráva.hu oldalon megtalálható az összes elérhetőségünk, telefonszám, e-mail címek, és a Széchenyi 38 alatt található az irodánk. Szia, Tortilla vezető. Köszönjük szépen, és bízom abban, hogy sok jelentkező és még több ötlet lesz. Köszönöm szépen, Köszönöm hogy elfogadta a meghívást. A folytatásban pedig haladunk tovább. Hát legyen akkor vállalkozás a témánk, hiszen a Balcsés és Térsége Vállalkozók Egyesülete is évet értékelt, no nem gazdaságit, inkább a programokat vették egy kicsit számításba. A Barcs és térsége vállalkozók Egyesülete Közgyűlésen számolt be az elmúlt év pénzügyi és szakmai munkájáról. Az Egyesület eredményes rendezvények egész sorát tudhatja maga mögött az elmúlt esztendőben, melyeket sok esetben nem csak a tagság számára szerveztek, így szélesebb körben is profitálhatott a település az Egyesület munkájából görög ipójának a protokoll előadása, de vendégünk volt Kassai Lajos lovas íjjász, de előadást hallgattunk meg a ukrán-orosz konfliktusról is. A nyáron kirándultunk Észak-Dunántúlon, Celdömöltkön a Sághegyen közösen, de volt az Egyesületben egy disznóvágás, amit szerveztünk. Úgyhogy a, a, a Karácsonyi karitatív tevékenység, a cipősdoboz akció, úgyhogy azt gondolom, hogy elég széles spektrumon mozog a kínálatunk. Az Egyesület létszáma megközelítőleg 65 fő. Az így együttműködő vállalkozások első kézből találkozhatnak olyan külső impulzusokkal, mint a vállalkozói környezet megváltozása, vagy az épp aktuális jogi és adózási keretek. Az egyik legfontosabb az, hogy teret, fórumot biztosítsunk a barcsi vállalkozásoknak az egymással való találkozásra, az üzleti életben való együttműködésre. Nagyon sok üzletákban jövünk, ez nagyon sokszor nem lehetséges, hogy, hogy együttműködjenek, de barátságok köttetnek ismerettsége, kommunikáció, ez nagyon fontos, a bizalmat erősítjük egymás iránt. Az Egyesület szinte napi kapcsolatot ápol az önkormányzattal, a megyei közigazgatással és a sajtóval, valamint a társ Egyesületekkel. Így sokkal eredményesebben tudja elvégezni munkáját, valamint kifejteni azokat a hatásokat, melyek nagyban hozzájárulnak a helyi vállalkozások sikereihez, valamint a környék kulturális életének színesítéséhez. Jövőre lesz tíz éve, hogy ez a vezetőség működik, és időközben kialakult egy váz. Azt azért mindig szezonálisan tudjuk, hogy mik azok a programok, amik várhatóak a következő programunk a vállalkozói bál lesz. Aztán egy előadást fogunk meghallgatni mesterség és intelligenciáról, illetve egy egész más témakör, a halálbüntet és visszaállításág a ami szinte egy érdekes téma, nem pont a vállalkozáshoz tar tartozik. Aztán megint megyünk kirándulni, ha minden igaz, akkor a lakitelekre. összel vendégül látjuk a Somogyi Vállalkozói Szalont, ami szintén egy olyan egyesület, vagy egy olyan baráti társág, ami a megyében ismerté tesz minket. Vagy mondhatnám azt, hogy lehetőséget biztosítunk az idén is, és tavaly is biztosítottunk a, a, a siófokról induló médiahajón való szereplésre. Úgyhogy ezek a vázak, amit természetesen ugye az évvégi közös színházlátogatás is ide tudnám sorolni, illetve új fent a karácsonyi vacsoránkat, és ami még közben adódik. Továbbá nem maradhat ki az idén sem a rendezvény a május 1 felvonulás, mely a majális állandó elemévé vált így a Barcs és Térsége Vállalkozók Egyesülete már a mondhatni igazi hagyományt teremtett a településen, tevékenységük pedig meghatározó elemévé vált a város és környékének kulturális életében. A február számos programot tartogat mindenkinek, aki a Barcsi Városi Könyvtár felé veszi az útját. Iskolásoknak, óvodásoknak, felnőtteknek egyaránt programokkal készülnek. Kiállítások, Honismereti előadás, farsangi móka, sőt még VR szemüvegek is csábítanak az intézménybe, ez utóbbiakat már tesztelték is a diákok, és a következő hetekben pedig esküvői fotókat várnak a barcsiaktól, készülnek ugyanis a házasság hetére a könyvtárban. Február a farsangi mulatságokról és a Bálint napi, vagy másként Valentin napi szerelmi témájú programokról szól. Nem lesz ez másként a Barcsi Városi Könyvtárban sem, csak még kiegészül néhány más rendezvényen is a kínálat. Például a házasság hete kapcsán most esküvői képeket kérnek, melyek másolatai egy tárlaton tekinthetők majd meg. Előző években mindig ilyen könyvkiállításokat a házassághoz kapcsolódó könyvekből készítettünk kiállítást, idén pedig a barcsi lakosoktól várunk fotókat, házassági fotókat, mindenkitől csak egy fotót kérünk, lehetőleg nagyobb felbontással, Mik helyben be tudjuk a képeket szkennelni, azonnal visszaadjuk a fotót, és a fotón csak a házasság kötésnek az évszámát tüntetjük föl, és ezeket összegyűjtjük, majd mi saját kinyomtatjuk, és ebből készítünk egy kiállítást. Jöhetnek régi és mai fekete-fehér és színes fotók is, dédszülők, unokák egyaránt, és jöhetnek a virtuális világ iránt érdeklődők is, hisz érkezett nyolc szemüveg, mely ebbe a világba enged betekintést, és alig, hogy megérkeztek a Kaposfári Mosolygyár Egyesület ajándékaiként a VR szemüvegek, már is volt, aki kipróbálhatta őket. A Dráva Völgye Technikum és Gimnázium informatika szakos diákjai voltak az elsők, akik megismerkedtek a virtuális valóság ezen lehetőségeivel. Igazából mi azt láttuk, hogyha a közönség azt az információt kapja, hogy VR meg akkor ilyen lövöldözős, erőszakos játék jut leginkább eszükbe. Igazából nekünk az a célunk, hogy megmutassuk, hogy ezek a szemüvegek, ezek nem csak ezekre az erőszakos játékokra jók, hanem bizony nagyszerű eszközök lehetnek az oktatásban is. Hiszen ezekkel a szemüvegekkel itt szenzációs dolgokat lehet művelni, be lehet járni gyakorlatilag a földbolygót, és meg lehet nézni olyan tartalmakat, amikhez nem jutunk el, és mégis egy élmény tudunk szerezni róluk. Jelenleg 2000 tartalom áll rendelkezésre, ebből készülnek lejátszási listák, melyek itt Barcson is elérhetőek, de a mosolygyárnak saját felvétele is vannak. Készítettünk néhány ilyen 360 fokos panorámafotót a könyvtárról. Gyakorlatilag ezek pont ugyanolyan képek, mint amiket a Google a Street View-ban megmutat, illetve amiket a Google készít, és ezeket majd mi fel fogjuk tenni gyakorlatilag a Google Maps-re, hogy bárki meg tudja nézni mondjuk a könyvtárat is belül egy ilyen 360 fokos panorámafotó formájában. Ezek a Class VR szemüvegek február 17 éig maradnak a Barcsi Városi Könyvtárban, ahol közben kiállítások váltják egymást február 13-ára készül el az esküvői fotók tárlata, amelyek Asztalos Mária művésztanár és növendékei kiállítását váltják, a földszinti ifjúsági részlegben pedig még látogatható Losteiner Flóra bemutatkozó tárlata március 18-áig. A grafika tanszakosok bemutatkozása azt követően is folytatódik, mint ahogy a helytörténeti előadás sorozat is. 2016 óta folyamatosan ö, szerveződnek a Balcsi városi Öntárban helytörténeti előadások. Ebben az évben ez lesz az első alkalom, február 22-én 17 órakor, hogy várjuk az érdeklődőket Húzsás Máton helytörténeti előadására. Nagyon örülünk, hogy ö, Marci megtisztelt minket azzal, hogy ezt az előadást elhozza a könyvtárba, és van már egy olyan kis törzs közönség, aki ezen részt vesz. Azon kívül feltettük a videókat, az eddig készített videókat a YouTube csatornára, ezt is megosztottuk a közösségünk hírportáján, tehát aki szeretné visszanézni, annak lehetősége van akár a betyárvilágot, tehát több előadást, úgy érmészem, hogy öt előadást visszanézni YouTube-on. Ezúttal sor kerül egy olyan témára, melyet már sokan kértek, de még nem sikerült feldolgozni egy kiadványban sem, így ennek az előadásnak a címe Orvosok, Gyógyszerészek és a Közegészségügy a Régi Barcson. Aztán lesz a Valentin naphoz kapcsolódóan február 15-től 18-áig vakrandi, amikor előre csomagolt könyveket vihetünk haza, hogy megismerkedjünk a tartalmukkal. Ez is népszerű volt az elmúlt években, Február 22-én pedig újra érkezik a magyar kultúra napja barcsi ünnepségén fellépő kultúrtalálka együttes, mely általános iskolásoknak hoz és műsort, mi pedig a héten még vihetjük az esküvői fotókat, melyekből február 13-án nyílik majd a tárlat. 2100 forint egy liter étolaj, ennyiért kapja legolcsóbban az önkormányzati konyha, nekik ugyanis nincs árstopp. Az iskolai menzán érteklődtünk az árakról, ételekről és a jövőről. Csapadékvíz, úthibák, orvosok bérezése. Sok kérdés felmerült a Barcsi városkörzeti találkozókon már helyi cégeknek is var munkaruhát a megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztató Barcs Tex. Tavaly kis teherautót is vásárolt bevételeiből az önkormányzati tulajdonú cég. Esküvői lázban is ég a Barcsi Városi Könyvtár, a házasság hetébe kapcsolódnak be, de honismereti előadás, kiállítások is várják az érdeklődőket a következő hetekben. A helyi vállalkozók báliát szervezi mostanság, de tudományos előadásokat is tervez idénre a Barcs és Térsége Vállalkozók Egyesülete. Barcsi és Nagyatádi Egyesületek vállalkozások is pályázhatnak a líder forrásokra, változások lesznek, Szijjártó Attila munkaszervezet vezetőt kérdeztük. Ennyi fér tehát e heti krónikánkba. Köszönjük, hogy ezúttal is a helyi csatorna műsorát választották. Pénteken ülésezik Barcsváros képviselő testülete. Rendkívüli ülést tartanak, amelyet a hit televízióban is figyelemmel kísérhetnek. A rendkívüli ülés témája többek közt a Barcsi költségvetés első olvasata lesz. Péntek este tehát ezzel várjuk majd önöket a képernyők elé. Műsorainkat természetesen figyelemmel kísérhetik a Barcs Média YouTube csatornáján is, illetve videókkal jelentkezünk időről időre a Facebookon. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is a friss Barcsi krónikában. Viszontlátásra!